Az utcákon, a buszállomáson, a boltok előtt, a parkban, szinte mindenhol ott vannak a migránsok Magyarkanizsán és Horgoson is. A helyiek elmondása szerint egyre többen vannak az illegális bevándorlók. Sokan félnek. Gyermekeiket nem szívesen engedik az utcára. Nem örülök neki, ahogy a többség sem, természetesen. Nem tudok különösebbet hozzászólni, mint annyit, hogy valakinek valamit kellene azért az ügyben cselekedni. Mert ugye nem lehet kimenni az utcára. Gyerekeket nem merjük kiengedni az utcára. Egy másik magyar kanizsai asszony stábunknak azt mondta, hogy a bevándorlók más kultúrából érkeznek, ami akár problémát is okozhat a település polgárainak. Idegen emberek, idegen szokásokkal, kultúrákkal, és türelmetlenek, és a türelmetlenség lehet, hogy valami balhét is hoz. A magyar kanizsaiak szerint az illegális bevándorlók folyamatosan érkeznek, rendszeres járatokkal Belgrádból a település központjába, ami naponta újabb 20-30 migránst jelent.